tehetséges labdarúgók és futsaljátékosok alkotják a szombathelyi ELTE csapatát, akik idén is részt vesznek a MEFOB kiírásban. A lebonyolítási rendszer változása révén valamennyi mérkőzés számít a csapatoknak, akik két csoportkörön keresztül juthatnak el az országos döntőig. A vasi együttes nagy lépést tett a finálé felé, hiszen a Győr elleni párharc után a Corvinus sem fogott ki rajta. Az első felvonást könnyedén hozták Sákovics Péter tanítványai, akik nagy kedvel játszottak a hazai közönség előtt. Végigvezetve 5-1-es sikerrel biztosították helyüket a következő körben. Mindenképpen küzdelmes mérkőzésnek gondolom a mait. Szerintem nagyon jó volt a hangulat. Ezt nagyon köszönhető annak, hogy nagyon sok néző is és eladásunk is kijött. A mérkőzés maga kicsit nyögvenyelős volt, de nagyon jó érzés nyerni, főleg hazai környezetben. Az eredménnyel igen, azonban a mutatott játékkal nem volt teljesen elégedett a hazaiak mestere. Az volt a célkitűzésünk, hogy tovább jussunk. Ezen belül és a szélcélt teljesítettük, de azért voltak olyan játékelemek, amiket szerettünk volna gyakorolni, miután már eldőlt a mérkőzés, hiszen ugye idegenben is nyertünk 4-2-re, de ennek megvalósítása nem sikerült. Ez abból adódik, hogy ez egy válogatott. Ugye mindenki máshol játszik, főleg nagypályán, nagyon kevesen futszáloznak, és aztán hát gyakorlásra meg igazából nincs lehetőség. Sikerével már a legjobb 8 között van az ELTE együttese, amely egyetlen páros mérkőzésnyire van a Final Four részvételtől.